említettem, az ők is a szél járást használják ki, meg lovagolják a meleg széláramlatokat. Hát van néhány olyan régi szélmalom, amit ha még fel lehet újítani, akkor szívesen vásárolják meg, akár külföldiek is, és lakó épületet alakítanak ki belőle. Természetesen a babonaörlő malmok sem a szél erejével működnek már. Hát itt Krétán alapvetően, mint ipari tevékenység, hát a mezőgazdaság nem igazán van, ugye a mezőgazdaság adja a megjelenésnek a fő jellegét, lehetőségeit. Az ipar az hát inkább csak ilyen helyi kézműves dolgok, a bőrfeldolgozás, az ezek, amik lehetőséget adnak. Menet közben ugye az út mellett található növényekből még a füge is elég nagy számban, tenyészik így szabadon. Ennek a gyümölcsét is szárítva is használják, lekvárt is szoktak belőle készíteni. Aszalva nagyon sok helyen lehet venni, augusztus környékén érik be. És hasonlóan nálunk medvetab kaktuszként ismert növény, aminek görögül a neve, magyarul is ilyen néven ismerjük. Ennek a gyümölcséből gyümölcsleveket készítenek le az újabb időkben. De nagyon óvatosan megtudtolva, hogyha meghámozzuk ezt az augusztusban megérő kaktusz gyümölcsöt, akkor tényleg hasonló a színe, állaga, íze, mint a rögének. Ezek szabadon tenyésznek, és hát aki erre jár, vagy ilyet lát, az nyugodtan learathatja. Még egy ilyen turista látványosság van, ez is egy ilyen 900 méter körüli kilátó pontnál épült, ez az étterem, rendezvénycsarnok, turista csalogató építmény. Kicsit ilyen Freddy Benny fazonra hajaz, de igazából a lényege a kilátó hely. Szintén vízigényes fafaj.
a dióhoz és a többi gyümölcsfához hasonlóan szükséges neki megfelelő mennyiségű víz. Általában ilyen források táplált a völgyekben szokott megjelenni. És hát nagyon sok falunak Görögországban az a neve, hogy Platanyász vagy Plátanos. Ez mind azt jelenti, hogy annak a falunak többnyire a központjában a falucska főterén. Valamikor évszázadokkal ezelőtt ültettek néhány tartánfát, hogy árnyékot adjon a településen. És hát ezek a fák ma már több száz éves hatalmas faként szinte az egész falu főterét beborítják. Több ilyen régi öreg fát mutogattak, akár olajfáról, akár platánfáról van szó. Azt mondják rá, hogy 2500 éves. Azt mondom, hogy aki nem viszi, járjon utána. Gáti. Mert élőben... A papám ebből jelzeksi. De hogy? Csörözik a tiellegye. Ja, élőben vezetítem is. Megnézem, hogy ez a papám ebből hogy tiellegye, mert kárti állok. Itt a kárti jatom, egy rövegzel a taxi. Már is akkor Yes.
A görögesti